egy hét nem elég, meg ezek a utolsó pillanati kinevezések, szóval ez érthetetlen, de hát nem csak ez érthetetlen, sok más is érthetetlen. Nagyon bízom, hogy győz az igazság, és a képet visszakapom. Nagyon megalapozott érvelés volt, hogy miért jogtalan a döntés. Szó van arról, hogy Munkácsi műveiből az Ermitásban rendeznének egy kiállítást. Igen. A következő évben, és arról van szó, hogy azt a képet is, amiről most a Pen per folyik kivinnék, ez azt feltételezi, hogy addigra meg fognak egyezni. Hát nem, egyáltalán nem feltételezi azt. Azt feltételezi, hogy mivel ez Munkácsnak az egyik főműve, és mi teljességében szeretnénk bemutatni Munkácsi művészetét az Ermitásban, hihetetlen hely, megillető, úgy enélkül igazából nincs Munkácsi kiállítás. Nem csak a Golgota, a trilógiáról van szó. Akkor is oda fogja adni, ha ne egyeznek. Beszólt magától, eddig is mindig odaadtam, Bécsben kiállítottuk Budapesten, Szegeden, Pécset, Bécs, mindig odaadom a képeimet. De most le van takarva Debrecenben. Most jelenleg le van takarva Debrecenben, igen. Lopott képet nem illik kiállítani múzeumban. Az előbb említett, hogy megy a taktikázás, mire gondol? Hát az időhúzásra, véleményem szerint, és ezzel egyetértettek az itt megjelent képviselő, az Amerika Egyesült Államok külképviseletének is. Mondják, hogy várható is volt. Ez egy úgy látszik bevált taktika. Nekem igazából nincs sok tapasztalatom ezen a bíróságon, de hát remélem ez az első és utolsó tapasztalat.